A gödöllői röplabdás lányok fölényesen verték a közép-európai Mevza Liga 14. fordulójában az osztrák Linz csapatát. A csapat így a 7. helyen várja a következő mérkőzést. Egy győztes mérkőzés után beszélgetünk Ludwig Zsolttal, a csapat edzőjével. Gratulálok először is a győzelemhez. Azért a végén egy kis közönség csalogató szituációt láthattunk. Így van, hát kreáltunk egy rangadót ide a végére, és hát szükségünk is van erre, hiszen ez a mostani Linz, akit itt a pályán láthattunk, ez nagyon-nagyon hasonlít azokra a csapatokra, akikkel majd a magyar bajnokságban kell találkoznunk, hiszen remekül védekeztek, nagyon-nagyon szépen működtett a mezőny védekezésük a mérkőzés inkább második felében, azt mondom, és keményen nyitottak, úgyhogy mindenféleképpen erre kell majd nekünk készülnünk, amikor akár a Vasas, akár a TS, akár a Békés Csaba ellenében pályára lépünk. Az elején én azt hiszem, hogy még bennük maradt az, hogy akkor szálltak ki a buszból, és ezért nagyon szépen magabiztosan tudtuk nyerni az első, és azt mondom, hogy a második szettet is, és a harmadik játék részben egy picit mi leengedtünk, ők viszont följöttek, de szerencsére abba a hibába nem estünk, mint ők otthon Linzben, amikor is 2-0 után elvesztették a mérkőzést, mi pedig egy fantasztikus győzelemmel gazdagodtunk. Beszéljünk egy picit a következő időszak eseményeiről, hiszen a Magyar Kupában bejutott a csapat a 4 közé, még 2 bajnoki találkozó van a Közép-Európa Ligában, egy hazai pályán a Pozsonnyal és egy idegenben a másik Pozsonnyal, remélhetőleg a hazai pályán sikerült győzelemmel búcsúznunk, majd következik a Magyar Kupa 4-es döntő előtt a Magyar Bajnokság. Hogyan készülnek most ezekre? Igen, ez egy elég nehéz szituáció gyakorlatilag, hiszen nagyon-nagyon sűrű lesz a következő néhány hetünk, hiszen gyakorlatilag a Magyar Kupa 4-es döntőjéig, ami március 1-2-3 időpontilag, igazából nagyon megállásra nincsen időnk. Nagyon-nagyon fontos lesz az Doprasztava elleni mérkőzés természetesen a jövő hét szerdán, hiszen ha azt tudjuk hozni, akkor egy nagyon előkelő helyen végzünk, illetve hát akár 5 győzelmünk is lehet, ami azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó eredmény ebben a rangos nemzetközi mezőnyben, de ettől talán még fontosabb az, hogy valóban ott vagyunk a Kupa 4-es döntőjében, pályázik a gödöllői csapat a megrendezésre. Ma éjfél egyébként a határidő éppen a beadásra, és jövő héten el is dől, hogy esetlegesen helyt adhatunk ennek a rangos hazai eseménynek. Én azt gondolom, hogy nagyon jó helyen lenne itt a kupa, nagyon jó hangulatot tudnánk ide varázsolni, és azt gondolom, hogy még jobb esélyeink lennének arra, hogy kupa győzelmet ünnepelhessünk. De előtte még természetesen van a bajnoki negyed döntő, amely ugye az első helyünk, alapszakasz első helyünk tudatában a 8. helyezett ellen lesz, akit még fogalmunk sincs, hogy kicsoda, hiszen az... Jelenleg, bocsánat, az Újpest és a Palota vívnak egymással. Így van, hát gyakorlatilag ott még szinte bármi lehet, hiszen hát van még 2 forduló az NB1-ből, igazából még alakulhat úgy, hogy akár az Újpestet, akár a Miskolcot, akár még talán a Kaposvárt is kaphatjuk, és valóban akár még ott van egy Palota vagy bárki, tehát erre még nem kezdünk el készülni. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy az igazi erőpróba és az első olyan megmérettetése a csapatnak, ahol nagyon oda kell tennie magát, az a Magyar Kupa finálé, és rá egy hétre majd a bajnoki elődöntő. Csengeri Petra mikor állhat csatasorba? Hát én nagyon szeretném, hogyha a bajnoki negyed döntőknek a mérkőzéseiben már bekapcsolódna. A sérülése ugye egy ficam volt, amely azért eléggé hátráltatja az ő munkáját, de jelenleg is edzésben van, mivel nem az ütőkeze sérült meg, hanem a bal keze, ezért ütésben, nyitásban itt van bent a csapatnál, használjuk, beáll a edzéseken. Én azt gondolom, hogy a jövő héten már van arra esély, hogy esetlegesen akár pályára is lépjen mondjuk ütőposzton, hogyha jól sikerül lerögzíteni az ujját, de én nem szeretnék kockáztatni semmit, hiszen rá a legnagyobb szükségünk az természetesen a rájátszás folyamán és a Magyar Kupa döntőjében lesz.